Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma Kecskeméten. Kezdjük a ma esti darma beszédet is az Om Nám mantrával hétszer közösen. Om -nam Szépen. A régi zenmesterek háromszor az asztalra ütöttek a botjukkal, és ezzel vége volt a darma beszédnek. Én ezt nem teszem. Ehelyett mondjon valaki nagyon gyorsan egy számot 1 és 208 között. Bevezetőként a 12-es számú koant fogom felolvasni. a tudat teremtése. Az avatamszak a szútra így szól. Ha teljesen meg akarod érteni a múlt, a jelen és a jövő összes butháját, akkor tekintsd úgy a világegyetemet, mint amit egyedül a tudat teremt. Kérdések. Van-e különbség a múlt, a jelen és a jövő bármely buthája között? Mi a világegyetem lényege? A tudat teremt mindent. Mi teremti a tudatot? Kommentár Egyszer régen egy híres kóriai szutramester D. Osunim érkezett helyén szállt templomba, hogy előadásokat tartson az avatamszaka szútráról. Az egyhédig tartó sorozatot ezzel a gondolattal zárta. A buddha 49 éven át egyetlen lényeget tanított, mindent a tudat teremt. Az előadás végeztével sok kérdés és válasz hangzott el. Egy fiatal zenszerzetes felállt és megkérdezte: Azt mondta, mindent a tudat teremt. Honnan származik ez a tudat? Deo Sunimban megfagyott az összes gondolat, és semmit sem tudott szólni. Érted, hogy miért? Ha nem, akkor kérdezd meg egy fát, attól helyes választ kapsz. A zen, illetve a buddhizmus az, amelyik nagyon világosan, nem valahova kívülre egy tőlünk elkülönült lény vagy lénycsoport kezébe teszi a világ teremtését. Mi ez a tudat? Körülbelül annyi nézet halmozódott föl az elmúlt 2500 évben erről a tudatról Ázsiában, mint amennyi Istenről itt nyugaton az elmúlt 2000 évben, vagy 3000-ben, attól függ, hogy kezdjük. Mi ez a tudat, és ha azt mondom, hogy én mennyire voltam közel ehhez a tudathoz? Mindegyikünk rendelkezik önképpel. Egyik reggel szereted az önképedet, másik reggel nem szereted az önképedet. De van valami, ami ezt az önképet látja, és nem mozdul, és önmagában nem szerethető vagy nem szerethető. Ez az, ami lát. Ezt a látót és látást egyszerre hívjuk Vidjának, Szanszkütó. A szenvedés kezdete, hogyha megnézed a négynemes igazságot, az az, amikor ez a vidja, ez a látás eltűnik, vagy elhomályosul, eltorzul, széttörik. Ekkor lesz belőle a vidja, azaz nem látás. A négynemes igazságból a szenvedés oka, az a létezés 12 rétű láncolatával van kibontva. Az első, az avidjá, a, a nem látás, amit nagyon sokszor nem tudásnak fordítanak itt nyugaton. Ez részben helyes, tudásra is szükség van ahhoz, hogy a szenvedést megszüntessük. Csak a tudás önmagában nem elég. Azt is tapasztalnunk kell, hogy mi az, ami gondolkodik, nem csak a gondolatainkat. Mi az, ami lát, nem csak a látást magát. Mi az, ami hall, mi az, ami ízlel, és a többi. Legfontosabb kérdésként pedig, mi az, ami kimondja belül azt, hogy én, vagy mi, vagy ti. Ezt csak tapasztalni lehet. Nyugaton azt mondhatjuk, hogy az Isten érvek helyett az Isten élmény a fontos. Keleten a szútra és a zen eléggé jól egymást követően működik. Tehát a tudásra szükség van, de tapasztalat nélkül nem megy. Ha ez a tudat tiszta, amit a koamban is hallottál, akkor az a világ, amit teremtünk, az is tiszta. Visszafordítva, amilyen minőségű tudattal teremtjük ezt a világot, pontosan olyannak éljük meg. Na most ebből a szempontból néz körül. Milyen világot élünk? Mennyi bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség van benne? És mennyi kabzsiság, harag és önzés van benne? Rengeteg téves nézettel. E kettőnek az aránya ez mutatja, hogy pontosan milyen világot teremtünk a tudatunkkal. Tehát, hogyha elégedetlenek vagyunk a világgal, amelyben élünk, akkor legelőször azt a tudatot kellene belőle megvizsgálni, amivel teremtjük ezt az egészet. Ennek a tudatnak a meglátása, tapasztalása, megtisztítása, helyes működésbe hozása ez a zen. Tehát a zen szó szerint meditációt jelent, a szanszkrit gyánából származik. Ha valaki jogát gyakorol, akkor a joga nyolc fokozatának ez a hetedik darabja, és ezután van ugye a nyolcadik, a szamádi, ami az egyévállás. Tehát a zen ugyanúgy az egyévállást tanítja, és azt a fajta tapasztalást, amit nem lehet szóban leírni, elmondani. Milyen tudattal élsz? Milyen világot teremtesz? Milyen kapcsolat van közted és a másik ember, illetve az embercsoport között? Ez mind arról szól, hogy neked a minőséged, és az ebből következő egyéb minőségeid milyenek. Ha az egyévállás tapasztalata megvan, akkor ebből nagyon sok minden következik. Tehát például akkor az önző, darabos, nagyon fogalmi gondolkodás át tud minősülni egy nem dualisztikus bölcsességé. A nagyon territoriális, rendkívül önközpontú érzelemvilág át tud minősülni együttérzésé. A csak magamnak szerzek valamit birtokló cselekvése át tud minősülni önzetlen segítségé. Az önérdekből kielentett szavak és mondatok sokasága át tud minősülni olyan beszéddé, amely az utat tanítja és ajánlja föl másoknak, hogy mindannyian érjük el a felébredést. Ez csak az egyévvállás tapasztalatával lehet, amikor a saját elméd dualisztikus motorja legalább egyetlen pillanatra megáll. Amikor a hangot hallod, nincs gondolkodás. Ezt a Kínai-Koreai kultúrkörben nem mozduló tudatnak, vagy a nem kettősség állapotának nevezzük. Enélkül nincs meg az alap, nincs meg a tapasztalás. Nincs meg az az új hordó, amelybe új bort tudnál tölteni. Tehát a zen nagyon a gyakorlatra és a tapasztalatra helyezi a hangsúlyt azért, hogy a saját szokásaidat, berögződöttségeidet le tud vetni, meg tud haladni, újra fel tud építeni magadat, és így a világot is, amely nem a világod, az egy közös valami. Felelősen csak egymásnak tudunk világot teremteni. Már amit gondolsz, sem marad meg benned. Már hatással vagy a környezetedre. Amit érzel, az azonyomban átmegy több ezer kilométerre. Amit mondasz, lehet, hogy annak vannak akusztikai határai. De aki hallja, sőt, te magad elhiszed azt nagyrészt, amit kimondasz. Mi lesz ezzel a hitrendszerrel? mivé válsz, mivé változtatsz embereket ezáltal. A cselekedet pedig nagyon konkrét. Vagy megtetted, vagy nem. Nézd meg ezt a négy csatornát, az érzelmeket, a gondolatot, a beszédet és a cselekedetet. Hogy állunk ezzel? Ezek egy irányba mutatnak? Vagy sem? Látod ugyanabban a tükörben őket? vagy szét vannak tagolva, és be vannak zárva maguk kis szobáiba, a kékszakálú herceg kastélyában. Tehát hogy működünk mi emberek, hogyan működünk együtt mi emberek, ez a tudatminőségünkön múlik. És ezért a zen alapelve pontosan azt célozza, hogy ne bújjunk el az írások mögé, ne akarjuk abszolút értékben felhasználni mások gondolatait vagy a magunkét. Tehát ne támaszkodj az írásokra. Közvetlenül irányulj erre a tudatra, ami az Avatamszaka szútrának a központi fogalma, és nem csak azért, a szív szutráé, a gyémánt a maha a mindegyik lényeges szutra a buddha tanításából erre a tudatra irányul, amely benned most lát, hall, gondolkodik, érez, és a többi. Ennek a minősége dönt el mindent. Ha egyben látod a saját személyiségedet, akkor egyben vagy. Nincs szükség külön integrációra vagy egyébre. Ha széttagolod magad és elkülöníted a személyiséged elemeid, előbb-utóbb hasadsz. Tehát lásd egyben az egészet. Egy irányba mutatnak az érzelmeid, gondolataid, tetteid és szavaid mert akkor vagy energiadús állapotban. Ha nem, akkor egyre energia szegényebb állapotban vagy, mert nem mered kimondani azt, amit gondolsz, nem mered megtenni azt, amit akarsz, és az érzéseid és a beszéded nagyon-nagyon elválnak egymástól. Ez a négy érzékterület, négy tudati aspektus annyira fontos, hogy a mahajánában négy bóthiszatvát rendeltünk mellé. Tesszük ezt több évszázada. Avalokítés vagy konszeumból szákóriaiul, ő az együttérzésnek a főnöke. Manjusri, vagy munszubból szákóriaiul, ő a bölcsesség feje. Szamanta badra, vagy dehengbolyomból száll, ő a helyes cselekvés főnöke és Zsidzsánk vagy pedig Siti Garba ő a helyes beszédnek az ura. Egyben az ember útjának az egyengetője, mert amit te az elmével kijelölsz, kimondasz és elhiszel, abba az irányba fogsz menni. Ha ez a négy terület egy irányba mutat, ha ez a négy bóthiszatva egy asztalnál ül, akkor te egészben vagy. De ha nem, akkor a saját elintézetlenségeid, a saját karmád, szét tud ütni. És ezt rögtön kivetítjük a környezet, hogy te voltál. Miatt ad érzem rosszul magam. Te vagy a hiba az életemben. Mi helyt megszűnünk kivetíteni, panaszkodni, és mást okolni azért, mert olyan minőségű életet élünk, amilyet, abban a pillanatban az útra léptünk. Tehát fordítsuk befelé azt az energiát, amit eddig kivetítettünk a környezetünkre, és hogyha úgy érzed, hogy baj van, akkor kérdezd meg magadat, hogy hol hibáztam. Ne legyen bűntudatod, mert az gátolja a hiba kiavítását, és ne hidd azt, hogy a világ tőled függetlenül ilyen, éppen amilyen. Tehát hol járulsz te hozzá az egész működéséhez? Ezt vedd észre. És vedd észre ezen négy érzékterület és működési terület függvényében. Mit mondasz? illetve mit hiszel el abból, amit mások mondanak? Mit teszel, illetve milyen mértékben hagyod, hogy a környezetet befolyásolja? Mit gondolsz? Mit gondoltatsz másokkal? Mit érzel? Mit éreztetsz másokkal? Tehát ez oda-vissza nagyon fontos. És hogyha megnézed ezeknek a működését, már nyakon tudod csípni azt, hogyha boldog vagy, akkor mitől, vagy kitől. Ha pedig szenvedsz, akkor mitől, vagy kitől. Találd meg a saját részedet. Nézd meg, hogy te hogyan járulsz ez az egészhez hozzá. És akkor tudsz változtatni az egészen, hogyha magadon változtatsz. Enélkül nem megy Ezért van meditációs foglalkozás, azaz elvonulás a templomban, hogy ezt a munkát magadon, belül, önálló erőfeszítéssel, de emberi társaságban és nem egyedül végezhessd el. Úgyhogy a zen rendkívül egyszerű, csak tenni kell. Egyedül a lusta ember nem tud zen gyakorolni, mindenki más igen. Van-e kérdés akár a tudattal, akár a zennel, vagy bármi egyébbe kapcsolatban? Jöttök. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tíz praxisotokban a nidra joga e, szerepele valamilyen formában. Milyen joga? Nidra, vagyis a, a mély alvásban megmaradó tudatosság gyakorlása. Igen. Van róla egy történet is. 69-es, az igazi mester. A kínai Kobong Sunim már zenmesteré válása előtt megértett sokkóant. Egyszer Ankszán mester a következő kérdést tette fel neki: A mindennapjaidban, amikor jársz, ülsz vagy beszélsz, tiszta-e a mester tudatod? Igen, tiszta, felelte Kobong. Amikor álomtalan alvásban vagy, nem látsz, nem hallasz, nincs tudatod, akkor hol van ez a mester? Kobong elnémult, és nem tudott felelni. Eldöntötte, hogy szüntelenül ezzel a kérdéssel gyakorol, még akkor is, ha beleőrül hat év telt el. Egy éjszaka, amikor szerzetes társával egy zarándoklaton voltak Észak-Kínában, megszálltak egy fogadóban. A másik szerzetes aludni tért, Kobong Sunin fennmaradt, hogy meditáljon. Ahogy szerzetes társa megmozdult álmában, fából készült fejtámasz a hangos koppanással leesett a padlóra. Kobong tudatát kinyitotta a hirtelen hang, és elérte a megvilágosodást. Nem csak a tanítója által kapott kóant értette meg, hanem mindegyiket, amelyek a butha és a kitűnő tanítók által maradtak ránk. Kérdések. Éberen és álomban a mestertudatod azonos, vagy különböző? Milyen a mestertudatod éberen? Milyen a mestertudatod álmodban? Amikor álomtalan alvásban vagy, nem látsz, nem hallasz, nincs tudatod, akkor hol van ez a mester? Kommentár. A szemnek a látása dolga, a fülnek a hallás, az ornak a szaglás, a nyelvnek az ízlelés, az értelemnek a gondolkodás. Ha nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, akkor mi a dolgod? Ha még nem találtad volna meg, akkor menj, így Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy én szerintem legalábbis nyakunkon a klímaválság, hogy meddig tart az én felelősségem? Tehát mit tudok én tenni, hogy ez ellen, vagy nem ez ellen, hanem hogy tudjam befolyásolni jó irányba ezt az egész folyamatot? Amennyit elvállalsz belőle. Rettenetes nagy felelősségünk van attól kezdve, hogy mit fogyasztunk, milyen járművet vásárolunk, milyen energiát fogadunk el, és azt is meg kell látnunk, hogy mi nem a mi felelősségünk, és akkor nem leszünk klímadepressziósak, meg klímabűntudatosak, meg egyebek. De ha nem ismerjük fel, hogy pontosan miből áll ez az egész, akkor helytelen döntéseket hozunk. Tehát ha most abba hagynánk a teljes széndiokszid és metán kibocsátást ebben a pillanatban már az is kevés lenne, és el kellene kezdeni kivonni az atmoszférából az egészet ehhez képest, amit a világ csinál, az teljes katasztrófa. Tudsz-e egyénként 8 milliárdnyi körülbelül egyént befolyásolni? Nem. Azzal tudsz bármit elérni, hogyha te először is megismered az egésznek a működését, és ez megismerhető, ennek függvényében helyes döntést hozol a saját előbbi viselkedésedben, amit mondtam, és te ettől megnyugszol. Hogy te megtetted, amit megtehettél. És ekkor a szomszéd, a barát, a hozzátartozó, az egyebek elkezdenek kérdezni, mert hidd el az embereket foglalkoztatja, hogy az elmúlt tíz évben úgy miért volt két telünk, meg mibe fog nekünk az élelmiszer kerülni mondjuk tíz év múlva. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdéskör, és kezdjünk el egymással beszélgetni. És nem csak az adott szórakoztató ipari termékről, hanem erről. És kezdjünk el mondjuk bizalommal fordulni egymás felé, hogyha tényleg a tudás az elkezd közössé válni. Ezt egyedül nem tudjuk megoldani. Semmint egyén, semmint család, és semmint egy kis ország társadalma. Itt jóval többre van szükség, és ez egy hatalmas gyakorlat lesz. Azzal kellene kezdeni, hogy a természet és az univerzum általános működése az véleményfüggetlen. Teljesen mindegy, hogy a humanoidok mit gondolnak. Ha az a valóság a összhangban van, akkor a valóságot gondoljuk, ha az illuzórikus, akkor illúzióvilágot gondolunk. Az első esetében van kivezető út a szenvedésből, a második esetében további szenvedés lesz. Visszafordítva, ha sikerült valamit pozitív irányban eltolni ebben a nagyon kemény egyenletrendszerben, akkor jól gondolkodtunk, helyesen cselekedtünk, kielégítően kommunikáltunk. Ha további szenvedés lesz, akkor valamit nagyon elrontottunk, kezdve az önképpel, a világképpel, a másokról alkotott elképzeléssel. Tehát tessék megismerni a problémát. Van a szenvedésnek ténye, oka, megszüntetése, és a megszüntetésnek egy útja. Tessék ezt a klímaváltozásra alkalmazni. És akkor menni fog. Az ember csodákra képes, fölfelé is, lefelé is meg szoktak kérdezni, hogy szúnyi, van-e biztos útja a megvilágosodásnak? És én mondom, nincs. És pont ezért lehet mindenkinek elérni. Mert ha lenne egy biztos útja, az lehet, hogy neked jól működne, de nekem nem. Ha lennének beépített biztosítékok, azok az egyik irányban védelem lenne, a másik irányban pedig korlát, attól függ, hogy honnan nézed. Tehát az ember földi sorsában semmi nincs előre megírva de az a földi környezet rettenetesen konkrét és kikerülhetetlen visszajelzést ad, hogy milyen tudatminőséggel élünk ezen a földön. Dualitásokkal, téves nézettel, és haraggal terhelt tudat szenvedésteli életet hoz létre. Helyes nézetekkel, együttérzéssel, bölcsességgel működő tudat, szenvedéstől mentes életet hoz létre, és ettől a boldogság, a szeretet, a jólét, ezek mind lehetségesé válnak, és bizonyos társadalmak meg is teremtik. Az egyenlet ennyire egyszerű, mert az ember ebből a szempontból ennyire megjósolható. Szenvedés kerülő és boldogság kereső. Rendkívül egyszerű. Azt nem találtuk még meg, hogy ezt úgy mindannyiunknak hogy tudnánk kitalálni. Milyen alapon? Az ennek az az egyetlen egy közös alapja, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetősége van a felébredésre? Ezt hívjuk a buddha természet univerzalitásának. Viszont mindenkinek más a karmája, mindenkinek más az arca, mindenkinek más a gondolkodása, az érzelme, és a többi közös részek vannak, és nagyon sok eltérő rész is. Hogyan tudjuk ezt harmóniába hozni? Hát Elsősorban látni kéne, hogy mi a karmánk. Mik a szokásaink, az azonosulásaink, az önképeink, a világképünk, a másik emberről alkotott kép. Tehát az önismerettel és a világismerettel egyszerre kell foglalkozni, és akkor a változásnak megfelelő irányt tudunk szabni. A világnak a döntéshozó szűk része az 1970-es évek vége óta tudja azt, amit most több százmillió ember. 50 év alatt miért nem történt semmi? Nézz körül. Ez azt hiszem eléggé húsba vágó kérdés, és ne tőlem várd a választ, művelődjél. Tudd meg. És akkor a te szereped is nyilvánvalóvá válik, hogy mit tehetünk most. És ha nem tesszük, ha nem cselekszünk helyesen, rosszabbodni fog minden, egész addig, amíg be nem látjuk, hogy hibáztunk. És a hibát ki kell javítani. Egyéb kérdés? Igazából nem is kérdés, talán egy, egy véletlenszerű, ha vannak véletlenek, hogy én egy keresésben vagyok most, hogy, hogy milyen irányt vegyek, vagy hogy hova... Látod, hogy kérdés lesz belőle, én már gondoltam, mondja. Vagy hogy hova köteleződjek el. És minden, minden irányzatot most nyitottan hallgatok, vagy minden utat most megnézek, vagy, vagy megvizsgálok, és, ez az, ez az út is, ahogy ide kerültem, hogy már engem meghívtak ide a barátnőm, aki nem jött el. Hát és... Bátor bevállalós vagy, hallod. Ő és... nem jön, de te igen. Igen, igen. És, hogy, és hogy akkor én azt mondtam a, 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 egy másik barátnőmnek, hogy én ma megyek valahova, és hogy jöjjön velem, és akkor ő azt mondta, hogy már háromszor találkozott az utcán ezzel, meg úgy az a mai nap, hogy, hogy kellene jönni, erre én felhívom, hogy, hogy jöjjön velem, és így vagyunk itt. Úgyhogy így tudok most belenézni ebbe, hogy hogy ti mit képviseltek. Mit képviselünk? Nem tudom, gondolom. Ezt. Egy... Maradjunk ennél. A nem tudhatót, de tapasztalhatót. Az önvalót és nem az önképet. És innentől kezdve, ha téged ez érdekel, szebben kifejtve, ébredj föl, és segíts a világon, segíts másokon. Ez a zennek egy nagyon fontos mondata, Sákja Muni óta a hajána, hogy a felébredés nélkül nem lehet segíteni, és segíteni a felébredéssel lehet. Ez az alap. Különben a pokolba vezető út tudod, mivel van kikövezve. Mit keresel? Ezt tisztázz le magadban, ne nekem mondjad, magadnak. És hogyha tényleg tudod, hogy mit keresel, akkor előbb-utóbb megtalálod azt a tanítót, azt a tanítást, és azt a tanítványi közösséget, ahol ezt megtalálod. Miért van erre a három legértékesebbre szükség, buddha, darma szanga? Mert egyedül nem megy. Jézusnak, buddhának, síramanának, laocének, mindenkinek voltak tanítói. Mindenkinek. Hosszabb, rövidebb ideig tanítvány vagy, és hidd el, minél hosszabb ideig vagy tanítvány, annál jobb. Valamit így a kezedben nyomnak, mennyi fiam tanít, csak hogy úristen, mit csináljak én ezzel? Tehát nem karikírozom a kezdő tanító helyzetét, de vannak ám dilemmák. És ha vannak dilemmák, az az egészséges. Ez az ide nekem az oroszlánt is, ez helytelen, mert akkor megjelenik egy olyasféle énség, vagy önkép, amely biztos, hogy szenvedést fog okozni, mert akkor bizonyítani akar, hogy milyen jó tanító. Egy olyan emberre van szükséged, akiben van bizalmad. És ezt nem lehet csak úgy teremteni, vagy aláírni, mesterségesen létrehozni. A tanító azért kell, mert mondjuk x évtizeddel előtted jár. És hogyha olyan minőségei vannak, amelyekben megbízol, nem kell csodálni, az Isten ne csodáld a tanítót, mert abból csak baj van de nem is kell a lábad kapcájának nézni, hogy majd ő megoldja, mert akkor meg az a baj. Túl magas emeled, probléma, túl alacsonyra teszed, az is probléma. Lásd a tanítót tanítónak. Kérd tőle tanítást, légy hálás, ha tiszteletre méltó számodra tisztelheted, az rendben van. De lásd a szerepét. Az ő iránya 30 éve, 40 éve, 50 éve az a hagyomány, amit éppen képvisel akarsz-e ebbe az irányba menni? Ez a kérdés. És ezt már a tanítás is megmutatja, és a tanítás legkevésbé ez. Igen, ez az írásos kivetülése. A tanítás az az, ahogy mi tényleg, mint szangal viszonyulunk egymáshoz, ahogy bánunk egymással és a világgal, ahogy beszélünk, cselekszünk, érzünk és gondolkodunk, ebben van a darma igazából. Mert ebben van az a látás, belátás, rálátás, amitől tényleg a minőséged változik. És ezt persze le lehet írni, és lehet közölni. De a darma, mint tan, az a törvény, amit követünk, az kikerülhetetlen. Nem lehet pusztán elolvasni, nem lehet otthon, akik néznek ilyen videókat, sufni ugye, elsajátítani az egészet. Olvashatsz te tízezer könyvet önállóan, a saját bűvkörödből akkor se léptél ki, és a saját korlátaidat nem haladtad meg. És itt jön a harmadik komponens, a szanga. Ez pedig a tanítványi közösség. És a tanítványi közösség azért fontos, mert egymással gyakorolva, egymás jelenlétében sokkal-sokkal gyorsabban tudunk letisztulni, mint hogyha otthon üldögélünk a kis szobánk magányában. Most látva ezt a helyzetet, ami ugye a világ nyugat és keleti felén van, egyaránt szükség van az egyéni gyakorlatra, a kis csoportos gyakorlatra, és a nagyobb, mondjuk templomban végzett elvonulásra. Ezért lelkesítek mindenkit, hogy becsülje meg és támogassa a helyi szangát. Itt vannak, akik évek óta teszik ezt, azoknak most szeretnék köszönetet mondani. Vannak, akik néha-néha mennek le, őnekik is köszönetet mondok, amellett, hogy lelkesítem őket, hogy menjenek gyakrabban. Mert közös gyakorlat nélkül nem megy, nem tud helyettesíteni semmivel. És a nagy közösség, amikor a templomban együtt folytatunk elvonulást, az a gyorsasági szakasz, amikor tényleg intenzívebb a tisztulás. Tehát tanító, tanítás, tanítványi közösség. Nézd meg, hogy milyen tanítóban bízol, milyen törvényt akarsz követni, és mely közösség fogad el téged, miközben te elfogadod őket. Innentől már eléggé világos. És ha tanácsolhatok valamit, próbáld meg a szűrőidet félretenni, de ne veszítsd el a tisztánlátásodat, és akkor azt hiszem, hogy rendben lesz minden. Egyéb kérdés? A bóciszatva cselekedetekről ö, mondj már néhány gondolatot a felébredés szempontjából, ennek a jelentőségéről a bóciszatva cselekedeteknek. Miben segíthetek? Ez a mondat a bóthiszatva egyetlen egy indítás, és ebből következik tízezer helyes cselekedet. Miben segíthetek? Mond mások segítésében. Az nem rögtön jön. Tehát először magadon dolgoz, és a magad problémáit old meg, és ha ez megvan, akkor tudsz segíteni másoknak. A kettő egyébként hosszú távon együtt működik. Tehát gyakorolsz, segítesz, tanulsz belőle, ismét gyakorolsz, letisztulsz, ismét segítesz, hibákból ismét tanulsz, meghallgatod a visszajelzéseket, meglátod az ok és okozat működését, megint gyakorolsz, tehát ez egy ilyen körforgás, vagy ahogy szoktam mondani, hogy a kardot kovácsolják. Tehát tűz, aztán üllő, megint tűz, egy kis olaj, megint tűz, megint üllő, tűz, víz, megint üllő, stb. Tehát különböző környezetekben, élethelyzetekben megmutatkozik a tudatod minősége. És innentől kezdve a gyakorlatod sosem unalmas. Mindig van tétje, mindig van valami, amit el kell dolgozni, meg kell oldani, meg kell teremteni. És akkor élsz. Akkor élsz. És a miben segíthetek, az egy nagyon-nagyon korrekt hozzáállás. Ez a bóthiszatva hozzáállás. Úgyhogy egyszerűbb ez, mint gondolnánk, de több munka, mint remélnénk. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a hasonlóság, vagy a különbség a helyes megszokás és a tudatos jelenlét között? Maradjunk annyiban, hogy a kettő nagy átfedést mutat. Ugyanis a tudatos jelenlét az a szokások meghaladásából származik, különben a szokásaid rángatnának jobbra-balra. De hogyha működtetni akarod ezt a jelenlétet, valamilyen szokásra, tanulásra, berögződöttségre szükség van. Csak hogy ezt nem a mintázatok működtetik, tehát nem leszünk robotok vagy hasonlók, hanem intuitíve pillanatról pillanatra megfelelő helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés szempontjából választasz gondolkodás nélkül. Most milyen beszédre van szükség? Most milyen cselekedetre van szükség? Látom a gondolataimat, az érzelmeimet, és megfelelő irányba fordítom. Tehát mintázatokra, szokásokra szükség van, különben nem tudnánk tanulni, nem tudnánk felépíteni struktúrákat, nem tudnánk változni sem. De a tudatos jelenlétre pedig azért van szükség, hogy ne függjünk ezektől a mintázatoktól, és mi használjuk őket, és ne ezek a mintázatok használjanak bennünket. Az ember az egyik legparadoxabb lény ebből a szempontból, tudunk olyan karmát teremteni, amelynek a súlya alatt berogyunk. A saját teremtésünk súlya alatt elveszítjük a teremtőképességünket. Ez emberhez méltatlan. Tehát olyan mértékben, kötődünk a következménységhoz, annyira elhisszük, hogy ez az egész nem a mi művünk, hogy teljesen kiadjuk az életünket a kezünkből. És így a különböző folyamatok játékszereivé alacsonyítjuk le magunkat, mert nem hisszük el, hogy ezt az egészet mi csináljuk. És mindig delegáljuk, kivetítjük az egészet valahová, valakiknek vagy valakinek. Értsük meg? Ha nem veszed észre, hogy ebben a pillanatban mit csinálsz, mit mondasz, mit érzel, mit gondolsz, akkor vége. Akkor nem tudsz megszabadulni, nem tudsz felelősséget vállalni, és nem tudod magadat és ezt az egészet újra teremteni. A tudatos jelenlétnek ezért van óriási jelentősége, és még azoknak a mintázatoknak, szokásoknak, amelyeket felhalmoztál, és így helyesen használsz. Egyéb kérdés? Budha tanításaiban olvastam, hogy teljes közönnyel volt a világ történéseivel úgy általában, sőt, úgy nem is akart elkezdeni tanítani, mivel hogy ő ilyen felesleges dolognak gondolta. Nem gondolta feleslegesnek, csak majdnem lehetetlennek. Hogy az igazság annyira egyszerű, de annyira nem gondolható el, és nem szokványos, hogy azt mondta, hogy és ez a legenda, mert a következő lépés az, hogy a Tusita Mennyországból Brahma nagykövet lejött, a teremtésnek ugye az, Istenség, és azt mondta, hogy magasztos, kérünk, hogy legyen szíves tanítani a darmát, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Így maradt ránk. Valójában nem voltunk ott körülbelül 2500 évvel ezelőtt, hogy ez hogy zajlott. Nyilván a fordítás is meg. A néz meg. Beírt nem jó az önjelölt tanító. Elérte a teljes éntelenséget, az egy évválást, a megszabadulást, nem fogja magát előtérbe tenni, gyerekek, megmondom nektek a tutit. Ez teljesen idegen ettől a karaktertől, de nem volt közömbös. Ha közömbös lett volna, nem lett volna együttérző. Akkor nem tanított volna 45-49 éven át. Onnantól kezdve, hogy téged felkérnek, vagy felhatalmaznak a tanításra, az nem a te saját marketinged. És ezért őt fel kellett kérni. Hát elég jó felkérést kapott. És ezért csinálta. Jó? Innen nézd. Jó, köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a most manapság divatos nálunk az a önkontroll és milyen meditációs gyakorlatok, hogy ilyen akaraterősítés, meg hogy erre az nem alkalmas? Alkalmas? Erre szeretnéd használni? Nem tudom, mire szeretném használni. Akkor jó. Ha nem tudod, hogy mire szeretnéd használni, akkor nagyon jó gyakorló leszel. Ugyanis az önkontrollban csak két dolog nem világos. Mi az az ön, és hogyan lehet kontrollálni. Tehát minél jobban megismered magad, annál jobban látod, hogy az a kontroll, amit korábban elgondoltál, az egy hamis önképre alapult, és ezért nem működött. Tehát nézd meg inkább a bika történetet, és a tízbika történetben pontosan az a fajta öntisztulás van, amely egyre kevesebb kontrollt igényel ahhoz, hogy helyesen működjön. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Akaraterő. Mit akarsz, Kösd össze azzal, hogy miben hiszel. És amiben hiszel, arra van energiád, és így akarat erőd is. Ha valamire nincs akarat erőd, akkor valószínűleg nem hiszel benne. Tehát ne erőtessed, tisztáz le a hitrendszert belül. És akkor majd természetes módon megjelenik az akarat. Kiben hiszel? Arra van időd annak a társaságában leszel előbb-utóbb, és maradtok is, hogyha kölcsönös. Mert akire nincs időd, azt valószínűleg nem szereted. Akinek a társaságát nem, hogy elviseled, hanem kívánod, ott nem kérdés, hogy mit akarsz, vagy kit akarsz. Egyéb kérdés. Ha van hitem, van erőm, és a célomhoz, amiben nagyon hiszek, nem találom még meg a társakat. Mit tegyek? Nézzék körül. Valószínűleg nem néztél körül kellőképpen. Amit akarsz, az nem emberidegen és egy teljesen egyéni gondolmány. Hát valószínűleg mások is hasonló módon gondolkodtak, és akkor előbb-utóbb lesznek utitás, csak kezdje haladni a cél felé. És a félek? Akkor olyan emberekkel fogsz találkozni, akik szintén félnek. Köszönöm. Folytassam, vagy félsz a folytatástól? Nem. A folytatástól nem félek. Akkor mondd el azt a kérdésedből, amit még nem tettél fel. Mert az még ott van, csak még nem tetted fel. Tessék. Ha van egy nagyon nagy álmom, és, és én ebbe az álomban hiszek egy, egy, egy teljesen új világban, ami, ami elől nem jó. Amiben én nagyon hiszek, és, és mélyen megtapasztaltam, hogy ez, ez eljön. De, de, mégis kevésnek érzem magam, hogy én ezt teljes vehemenciával fölmerjem vállalni. Vagy, Azt mondtad, hogy eljön. Hát akkor miért kell a vehemenciát? Jön. Hát feladták valahol csomagba, vagy elkezdték építeni, azt mondtad, eljön. Akkor a te szereped itt micsoda? Ezt szeretném tudni. Hogy hogy a félelmem gátol, és és nem helyes cselekedeteket végzek. Menjünk vissza, vissza az, az álomhoz. Menjünk vissza az, hogy van egy álmod. Igen. Mi a különbség az álom és a valóság között? Ébresztő. Mi a különbség az álom és a valóság között? Na végre alakul. Tehát fel kéne ébredni az álomból és a valóság talajából kiindulni. Az álmok, az ideák, azok elszállnak. Nincs gyökerük, mert nem a darmából jönnek, hanem vágyból, képzeletből. Olyanok, mint a déli báb. Tehát a valós helyzetből kell kiindulni, amiben most vagyunk. Ha nem vesszük tudomásul azt a helyzetet, amelyben vagyunk, például a négynemes igazság tükrében, a szenvedés tényét, akkor nem látjuk meg az okát, és most jön az álom, a megszüntetés. A négynemes igazságban a harmadik nem álom, hanem egy nagyon világos állapot, amelyet itt és most tudunk, hogy létezik, hogy följebb lehet emelni az emberi létezés minőségét. Hogy meg lehet szabadulni a szenvedéstől. Az nem állom az valóság. Mindenki volt már legalább egy pillanatra boldog ebben az életben. Remélem, hogy hosszabb ideig. És tudod, hogy az elérhető, meghaladható. Tehát indulj ki abból a természetes működésből, ami az emberé. De hogyha a szenvedés megszüntetése, vagy a boldogság tapasztalata, vagy az ideális világ, amiről beszéltél, az ilyen gondolmány, illúzió és idea alapú, soha nem lesz reális, és talán jobb is. Most jó, jó lett volna, hogy a Platónnak a falansztere megvalósul? vagy a francia idealistáknak a humanizmus néven elképzelt világa megvalósul? Hogy ez a kb. 110-105 éve elterjedt ideológia, amely mondjuk 30 éve omlott össze, és nem mindenhol, lásd észak -Korea. Ha az lett a volna a világrend, az jó, Hát azért gondoljuk már rá, és ez mind-mind emberi gondolmány, úgy, ahogy van, a kulturális forradalomtól kezdve a vörös menekég és az itteni kulák listákig. Azt kellett volna? Azt is elgondolta valaki, sőt, nem is volt egyedül vele. Elég nagy energiát tettek bele több tízmillióan, esetleg több százmillióan. Ugye nézd meg, hogy mennyire szolgálja ténylegesen az embert az a gondolattömeg, amit visszel, és még állom, és meg szeretnéd valósítani. Mi lesz a következménye? Hogy élnénk akkor? Hogyan viszonyulnánk egymáshoz? Milyen lenne a világ? És rájössz, hogy ezt egyedül nem lehet, sőt, nem is szabad. Úgy nézd meg, hogy hogyan segíthetsz másoknak, per hogyan dolgozhatsz a felébredettebb tudatállapoton. És akkor nem álom lesz, hanem egy más típusú valóság, mint amit megálmodtál, de lehet, hogy jobb. És akkor tényleg végig lehet menni a szenvedés megszüntetésének az útján. Magyarország egy rendkívül érdekes hely. Az elmúlt száz évben csak kétszer kellett teljesen újraírni a társadalmat. Teljesen renoválni az egészet, és újra alapítani, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember, merre menjen ez az egész és mindegyik traumatikus volt, mindegyik tökéletlen volt, és mindegyik után rengeteg munka van, és úgy néz ki, hogy a harmadik se lesz jobb. És hogyha olyan álmok gyötörnek folyamatosan, hogy valamilyen tanulási folyamatban vagyok, és, és vizsgára kell mennem, és nem készültem föl, vagy... Ezek álmok, vagy valami felnőtt képző tanfolyamon nem, 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 vagy? Ez, ez és ez tényleg nem készültél a vizsgákra? Ez, ez nem mindegy ezek, ezek, ez az álmaimban vannak, vagy pedig munkahelyemben nem találom a helyemet, és... Attól függ, hogy főnöki pozícióból, vagy beosztottból, az sem mindegy. Beosztottból. Akkor nem jó. És ezek az álmok nyomasztanak, hogy az az érzésem, amikor felébredek, hogy már megint valamit nem, nem, nem tettem meg. Akkor viszont le kell ülni, belül megnézni, hogy ezek az álmok honnan jönnek, mert ugye, amit napközben éber tudattal nem oldasz meg, az az álomban kopog az ajtón. És akkor tényleg le kell tisztáznod, hogy neked, mint beosztottnak, mi a megfelelő helyzeted, kapcsolatod és működésed. És akkor a főnök azt mondja, hm, nagyszerű, nagyszerű. Ha meg nem, akkor viszont kifognak rúgni, és ez nem jó. Minden más, ami az álomállapotba bejön, sőt visszajön, rendszeresen, az a tudatalamban tárolt megoldatlanság. Oké? Okay? Azzal kell foglalkozni, az a valós életben, pontosan honnan jött. Az álom néha nagyon sok rétegen keresztül szimbolikusan kommunikál, azért, hogy megértsd. Mert a megértés folyamata a felébredésnek a része. És lásd az ok és okozat működését, és akkor ki tudod javítani a hibát. Általában az a hiba, hogy azonosulunk valamivel, ami nem mi vagyunk. Tehát a hamis azonosulás, a hamis önkép mindig a problémának a gyökere, és ebből következik a hamis világkép, a részleges vagy torzított látása a folyamatoknak, és akkor részigasságokban tudunk gondolkodni, amelyekről azt gondoljuk, hogy az az egész, hogy az csak úgy van, ahogy mi gondoljuk. És amit mások gondolnak, az bizony helytelen és alávaló, nem olyan, mint a miénk. Rögtön ez a probléma. Tehát tiszta tudat, rendes ház. Oké? Okay? Egyébként szívesen. Elő szokott állni az a helyzet, hogy álomban, tudatára ébredünk annak, hogy álmodunk. És ilyenkor választatunk, hogy benne maradunk az álomba, és cselekszünk, vagy távozunk, és most éppen a valóságban jövünk, vagy hogyha a valóságban ezt ugyanúgy megéljük, akkor egy másik dimenzióba. Igazából van-e értelme magadni az álomba, ha már felébredtünk? Vagy gyors távozása javasolt? Ez itt, amit látsz, ez valóság vagy álom? Álom valóság. Túl okos vagy. Adj egy zen választ, és nem valami szétkent New Age ideát. És még? Ragaszkodsz az egyhez. Mit látsz, mit hallasz? Téged kérdezlek. Ragaszkodsz a formához. Mit látsz? Mondd el. Hello, használd a szemedet. Mit látsz? Téged. Á, nincs kír vagy téged. Azt gondolod. Színeket, formákat, alakzatokat látunk. Mit látsz? A színeket, Ragaszkodsz a szavaimhoz, megütlek 30-szor. Segítek. A növény zöld. Oké? Okay. Az asztal sárga, ezt látod? Ilyenkor nem kérdés, hogy álom vagy valóság, mert pont ezt látod és érzékeled. Ha álom van az álomban, akkor van egy éber pont. De az álomban nem tudsz cselekedni. Álomban döntéseket hozhatsz, hogyha éber vagy, de cselekvés nincs, mert a test az ott fekszik. Tehát az álom nagyon sok mindenre jó, de a feladatok elvégzésére nem. Nagyon sok mindent látsz, de semmit sem tehetsz. Ha éber álom, akkor úgy, ha pedig nem túl éber, mert túl sok töltött káposztát ettél, akkor megszaladsz a bika elől, és izzadtan ébredsz fel. Tehát tessék, itt lenni, testben lenni, tudatosan látni és hallani, és akkor az élet helyes irányba fordul. Oké? Okay? Az álomjoga, vagy egyebek, az csak egy kiegészítő praxis, és nem is a legfontosabb zen szemszögből. A legfontosabb az, hogy ebben a pillanatban láss tisztán, Hajtisztán tisztán, és cselekedj tisztán, és ne ragaszkodj a szavaimhoz, mert megütlek 30-szor. Oké? Okay? Egyéb kérdés. Egy ideje próbálok már belső sönjen járni, és ö, számomra régen ö, tudott az, hogy a minősítés a gondolatoknak a minősítése az lenne az egyik legfontosabb dolog, amit el kéne, hogy hagyjunk. És ez többnyire sikerül is, illetve szoktam a gondolataimat ö, is visszanézni, illetve hogyha ér egy esemény, amikor. Ö, ezt a, az ítéletet, tehát hogy is mondjam, mégis megalkotom, mert úgy értem, hogy rossz az az esemény, ami ért, tehát, hogy jó vagy rossz ebből a szempontból, akkor később mindig azt látom, hogy amit rossznak ítéltem abban a pillanatban, az végül is egy jóért történt, tehát egy, egy elmaradt egy olyan dolog, ami miatt egy jobb jött be helyette. Az lehet, hogy kiiktatod a jó és a rossz fogalmát, és fölteszed még egyszer a kérdést? Hát, nem hogy nem. Nem megy, utol. pontosan. Hát ezek a dilemmák, ezek tolják előre a gondolkodást. Mondok neked egy történetet. Nagyon régen Kínában, egy faluban született egy fiú gyermek. Az apja lovász volt, és megtanította a fiút lovagolni. És a fiú fantasztikusan lovagolt, Sőt, az egész faluban ő volt a legjobb lovas, és ez egy fiatalembernek akkor is most is nagyon fontos, mert hát a lányok ezt észreveszik. Igen ám, csak hogy egyszer túl sokat vállalt, és leesett a lóról. És már éppen lett volna egy gyönyörű barátnője a faluban, és leesett a lóról, eltörte a bokáját, és ez a lány nem akart hallani róla. És akkor mindenki sajnálta jaj, hát milyen szerencsétlen, hogy ez milyen rossz dolog, ez borzasztó. És a fiú bizony bánatos volt, ott ült otthon. Jójult a lába, és egyszer csak kitört a háború. Jöttek a sorozók, és mindenkit, aki járni tudott, és a korcsoportnak megfelelt, elvittek katonának. Nagyon sokan nem tértek haza. És akit ez a lány választott, az se tért haza, Viszont a fiú felgyógyult a sérüléséből, és mégis el tudta venni a lány feleségül. Szóval, minden. Hát milyen szerencsés. Hogyha nem tört volna el a bokája, akkor mi történt volna, ugye? Elvitték volna őt is. Lehet, hogy ő se jön haza. Ment tovább az élet, sok-sok gyerekük született, egyszer jött az asszály, és nem volt termés, és akkor az a sok gyerekes család az bizony elszegényedett. Az elején gyermekáldás, milyen fantasztikus. Túl sok az éhes száj, nem tudjuk etetni őket. Mi lesz így velünk? Jó, tehát ezek annyira relatív dolgok és helyzetfüggő dolgok, hogy ne jó és rosszban gondolkodj, hanem azon, hogy milyen irányba megy az egész. És az irányvételnek elképesztően nagy szerepe van. Ha elkezded jónak és rossznak minősíteni, nem fog működni. Azt lásd, hogy szenvedést okozott, vagy boldogságot? Milyen irányba ment? Milyen emberré vált? Milyen emberré váltak körülötte az emberek? Abszolút értékű jó és rossz nincs, helyi értékű mindig van. Relatíven mindig létezik, abszolút értékben nem, és ez az, ami az emberiségnek egy elképesztő problémája, hogy abszolút értékű általánosan megfogalmazható, továbbvihető, leírható és behajtható jó és rossz fogalmat alkosson, és nem megy. Mindig nagyobb szenvedés van az abszolút értékűnek szánt kijelentésekből, semmint abból, hogy meghajlunk a beszéd relativitása előtt, meghajlunk az elkészített minőségek relativitása előtt, és belátjuk, hogy ma nagyon rossz volt, holnap nagyon jó lesz, és holnap után lehet, hogy megint nagyon rossz. És ugyanarról van szó. Tehát nézd meg, hogy az egész folyamat merre megy. Mit hoz létre? Mit tart meg? Mit veszel. És az okozatiság konkrétságában lásd, de relatíve, és ne abszolút-e. És akkor jársz a helyes úton. Valaki beteg, meg kell gyógyítani. És kész. Az, hogy milyen ember jó vagy rossz ember, teljesen mindegy. De ha nem gyógyul meg, akkor nem tud valamikor majd az úton járni. És nem tud felébredni. És nem lesz belőle egy felébredettebb ember. Úgyhogy ezért kell ezt nagyon komolyan átnézni, hogy a jó és a rossz fogalma benned hogy működik, hogy esetleg egy rendszer következménye a te jó és rossz fogalmad, és valakinek meg akarsz felelni, hogy te így gondolkodsz. Vagy pedig tényleg úgy látod a dolgokat, ahogy vannak a maguk ilyenségében, Szanszkét úr hogy tényleg a szenvedés az rossz, annak szoktuk minősíteni, nem akarjuk. Sérti az életünket, a birtoklásunkat, a kreativitásunkat, sérti a másik embert. És a boldogság pedig az, hogy igen, teremthetünk, megtarthatjuk, ami felesleges, azt lebonthatjuk, és a többi. Nagyon fontos az, hogy ezeknek a működését helyesen lássuk. Mindenféle ideológiától, vallástól, még a tudományos ortodoxiától függetlenül is. amikor abszolút értékű kijelentésekre készülünk, akkor minden szakad és törik körülöttünk, és bennünk is. Mert lehet, hogy a következő pillanatban már nem igaz. Vagy a következő évtizedben nem igaz, vagy az évszázadban nem igaz. Ugye a jó és a rossz relativitása nem jelenti azt, hogy ezek nem léteznek, de a létmódjukat meg kell látni, hogy hoztuk ezeket létre, mitől függenek, mennyire mulandóak, mennyire tökéletlenek. És akkor ezek a minőségek is elkezdenek valami nagyobbat szolgálni. Az abszolút értékűnek szánt kijelentésekkel azért van baj, mert magunkon, a másikon és a világon be akarjuk hajtani. Hogy az akkor is úgy legyen. Nem olvastuk el a hamupipőkét, ugye? hogy vérzik az a cipő, mert nem fér bele a valóság. És akkor vagdossuk egymás lábát azért, hogy mégis igazunk legyen. Hát nem kéne. Jó? Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, mikor a születés előtt a tudat felveszi a testet, meddig látjuk a jövőnket, tehát a karmánkat? Meddig látjuk, hogy... Szeretnéd a jövődet látni? Ö, arra gondolok, hogy, hogy autista leszek, ö, olyan családba kerülök, ami mondjuk egy szegény család, hogy a küzdelmeimet meddig látom. Ez Ör. mindig az inkarnálódott állapotban dől el, akármennyit látsz belőle születés előtt. Az az alaptörvény, hogy a karmát itt teremted, itt látod, itt változtatod meg. Születés nélkül nem megy. Mindegy, hogy mennyit látsz belőle odafönt. Csak itt tudsz rajta változtatni. Kell a szerszám. Villáskus nélkül nem lehet gázpalackot cserélni. Hanyas? Hanyas kulcs kell hozzá. Így van, és be kell hajlítani a végét. 32-es kulcs nélkül nem lehet a hollandert lecsavarni. Tömítést csere, új palack. Ugyanez a testtel. Tehát, hogyha nem tudsz új testet fölvenni, nem tudod a karmádat újra művelni, azt teremteni, tartani, elvenni, tisztítani. Nem lehet. Ezért van az inkarnációnak elképesztő szerepe. Tehát ne a múltban, a jelenben és a jövőben gondolkodj, hanem hogy ebben a pillanatban, itt és most, mit látsz, mit hallasz, mit csinálsz, mit érzel, mit gondolsz, mit teszel. Oké? Okay? Ez az a változás, amire szükség van. Tehát a szemléletváltás. És akkor, hogyha valaki kezelést igényel, megadjuk neki. Ha mi vagyunk segítő szerepben, mi segítünk, ha nekünk van szükségünk segítségre, segítséget kérünk, és minden pillanatban látni kell, hogy melyik helyes. Oké? Okay? Az majd az ő dolga, hogyha felébred rá, hogy pontosan miért úgy született, ahogy. De nekünk, akár szülő, akár tanító, akár hozzátartozó, meg kell tenni mindent azért, hogy emberhez méltó életet éljen. Az a mi dolgunk. Az ő dolga az, hogy egy bizonyos ponton évek, évtizedek, életek, teljesen mindegy, hogy mikor, rálát arra a karmára, ami miatt úgy született. De a te helyzeted az nagyon konkrét és nagyon világos. És a mi dolgunkat kell elvégezni, a másért nem tudod. Köszönöm a kérdést. Köszönöm én is ha csak úgy rám tör, látszólag mindenok ok nélkül a boldogság, az honnan jön? Nem az a fontos, az a fontos, hogy hova megy. Tehát kivel osztod meg? Megtartod magadnak, vagy rögtön van valaki, akit sokkal jobban tud szeretni, mint mondjuk a boldogság kitörése előtt? Van ilyen? Mindent. Még egyszer? Mindent. Nem elég jó. A mindent és mindenkit az oda fog átfordulni, hogy senkit és semmit. Ha te boldog vagy, akkor a legelső dolog, hogy aki szeretett személy, és kevésbé boldog, mint te, nem kéne őt boldoggá tenni, ha hagyja. Néha nem hagyja, akármennyire szereted. Jó? Tehát ne tartsd meg a boldogságot, add tovább, de ehhez már együttérzés és bölcsesség kell. Mert akkor már rá akarod erőszakolni a másikra, és akkor meg az a boldogtalanság forrás, hogy nem akarták elfogadni. Pedig én olyan boldog voltam. Há. Jó? Tehát nézd meg, hogy a boldogság az hogy adható tovább. Hogyan tudod a másik szívében azt a kis szikrát kipattintani, amitől az közös boldogság lesz. Jó? Megtartod magadnak, már is múlt. Át kell forgatni. Meg kell osztani másokkal. És akkor ismét visszajön hozzád. Jó? Köszönöm. Szívesen. Gyakorlati tanácsot szeretnék kérni. Ülő meditáció alkalmával ö, többször tapasztalom azt a nem kívánt jelenséget, hogy fokozott nyáltermelődés. Nyált és ugye ezt nyelési inger is követi, és hát nem csak én tapasztalom ezt szerintem, hogy valamilyen praktikát tudjál. Fel kell eset. rakni a nyelvet a látszájpadra, és tudatosan levinni a légzést a tantienbe, és az ajkak zártak, és a fogak nem zártak, és a nyáltermelés elkezd szépen csitulni. Az a fontos, hogy a nyáltermelés mellé ne veszítsük el a nyelőreflexet. Akkor rendben van. Hogyan tudom a saját felelősségemet ö, meghatározni, hogy olyan esetben, ha végzek egy feladatot, egy munkát, viszont ö, amely szervezetnek dolgozom, annak a céljaival nem értek egyet? Hogy tudom ezt a, ezt a frusztrációt, ezt az érzést feloldani magamban? Egy új munkahelye. Ugyanis folyamatosan téped magad, hogy a szervezet céljaival nem értesz egyet, de mégis szolgálod őket, és esetleg próbálsz meg valahogy, valahogy változtatni rajta legalább egy picikét. Ne. Tessék bátran olyan helyet keresni, ahol legalább nagy részével a céloknak egyet értesz, teljességében sose fogsz, és hadd mondjak egy műhelytitkot, még akkor se lenne így, ha te lennél a főnök. Tehát egy olyan helyre menj, ahol te és maga a szervezet csak hasonló irányt követ. Abból veszed ész, hogy a munkatársaiddal együtt tudsz dolgozni. Ha nem, akkor az idődet vesztegeted, és gyártod a pszichoszomatikus betegségeket. Köszönöm. Csak? Szívesen. Ennyire durva voltam? Látom. Megerősítettél. Köszönöm. Abban, szépen. amit sejtettem és éreztem, és. Gyógyúj! Gyógyulj meg! Rendben. Okay. Köszönöm. Melyik vágyat érdemes kielégíteni, és melyiknek kell gátat szabni? Azt érdemes kielégíteni, ami nem csak rólad szól, hanem mást is boldoggá tesz, és annak érdemes gátat szabni, ami neked és másoknak egyaránt árt. Köszönöm. Szívesen. A gyakorlással kapcsolatban gyakorlati kérdésem lenne. Üh, régóta gyakorlok, és azt tapasztalom, hogy évről évre, minthogyha nehezebb lenne mindent csinálni, a környezetem nehezebben viseli a dolgokat, nehezebben tudok hozzájutni a gyakorláshoz, és mint hogyha időről időre valami hullámszerű, valami nagyon komoly dolog, süllyedne ránk, Ti is is tapasztaljátok ezt vagy ez csak nálam jelentkezett így. Öregszám. Valóban így van. Én is öregszem. De a templomban más a gyakorlás, azért, mert ott többen gyakorlunk együtt. Ilyenkor az a fontos, hogy lásd a teljes teret, de ne nézz jobbra és balra, és ezekkel a mellékhatásokkal ne kezdjél semmit, hanem mindig, minden nap tedd bele az energiát a gyakorlatba. Az, hogy ez most kiről, hogyan pattan vissza, milyen atmoszféra van, milyen hangulatban vagyunk, ez mind másodlagos. Tehát tessék észrevenni tényleg, hogy mik a folyamatok, de nem függünk tőlük, nem alapozunk rájuk, hanem meghaladjuk őket. És ekkor a gyakorlat, az sikeres lesz, úgyhogy nem gondolkodsz arról, hogy sikerült te vagy sem, csak elvégezted. Megkérdezik, Szunyi, mi a jó meditáció? Az a jó meditáció, amit elvégzel. Akkor már jó, hogyha megcsináltad. Az egyetlen egy rossz meditáció az, amit nem végeztél el. És kész. Ezért a legnagyobb erőfeszítés az, hogy megjelensz a teremben, a saját termedben, a közösség termében, a templom termében. Akkor már leküzdöttél valamit, ami már tényleg nem akadály, mert meghaladtad, és eljöttél, és leborultál a buddha előtt, és közösen meditálsz mással, és elfogadod a tant. Tehát én azt kívánom, hogy mindenki haladja meg azokat a korlátokat, amelyek kintartják a szentélyből, az egyévvállás pillanatából, abból a környezetből, ahol letisztulhat és felébredhet és segíthet másokon. Kívánom azt, hogy együtt járjuk az utat, mert hogyha nem együtt járjuk, akkor nem járjuk. Akkor a gyakorlatunk minden egyes részlete a helyére kerül, és ezek a reflexiók, ezek a másodlagos érzékelések, ezek nem jók és nem rosszak, csak nem fordítják el a figyelmünket valami entrópiába. Nem fogunk túlzuhanni a pillanatból valami másodlagos érzékelésbe. Nem próbáljuk megmagyarázni, minősíteni, hanem lehajtott fejjel, világos tudattal, a valami nagyobb tapasztalatában megnyugszunk. És akkor tényleg tudunk segíteni másoknak, mert ez a felébredés helyes működése. Amikor a csepp visszatér az óceánba, és az óceánná válik, és tudja, hogy bármikor kiválhat belőle ismét, és aztán ismét egyél válhat vele. Innentől kezdve semmi más dolgunk nincs, mint hogy gyakoroljunk, és ezzel segítsünk egymásnak. Megköszönöm mindenkinek az éber és tiszta jelenlétet, a sok jó kérdést, és remélem, hogy találkozunk a templomban is, és itt Kecskeméten is évről évre, hogy együtt ébredjünk fel és segítsünk másokon. Köszönöm szépen.